Ha Európa lemond a keresztény kultúráról és a fiatalok támogatásáról, akkor lassú öngyilkosságot követel. Ezt mondta a család és ifjúságügyért felelős államtitkár Olaszországban a családok 13. világkongresszusán. Novák Katalin szerint a magyar családmodellt Veronában nagy érdeklődéssel fogadták. Matteo Salvini olasz belügyminiszter pedig példaértékűnek nevezte a magyar intézkedéseket, amelyből szerinte az olaszoknak is tanulniuk kell. Babaváró támogatást kapnak a fiatal házasok. A július 1-től induló 10 millió forintos babaváró támogatás, a használt lakásokra is igényelhető csokkölcsön és a nagyszülőigyed. Többek között ezek is részei annak az újabb magyar családvédelmi akciótervnek, amelyre egyre több országban felfigyelnek. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár a héten az olaszországi Veronában a családok 13. világkongresszusán mutatta be a magyar intézkedéseket. Ilyen lelkesen fogadta a közönség, amikor például Novák Katalin a babaváró támogatásról és a 4 vagy több gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről beszélt az olaszoknak. Az olasz és a magyar emberek is szeretik a gyerekeket, családközpontúan gondolkodnak. Novák Katalin a rendezvényen azt mondta, sok közös pont van Olaszország és Magyarország között abban is, ahogy a két ország a migrációt kezeli, valamint abban, ahogy a családok támogatása mellett kiáll. Úgy tudjuk védeni a keresztény kultúránkat is, úgy tudjuk a magyar gyermekeknek a születését is jobban segíteni, hogyha a határainkat is megvédjük, és ebben Olaszország és Magyarország szövetségesei egymásnak. Az az ország, ahol nem születnek gyerekek, halálra van ítélve. Ezt már Matteo Salvini olasz belügyminiszter jelentette ki kongresszusi beszédében. A miniszterelnök helyettes Novák Katalin államtitkár beszédére úgy reagált, tanulni kell a magyar kormány családügyi politikájából. Azt mondta, míg mások hajókkal érkező 20 évesekkel akarják megoldani a demográfiai csökkenést, addig Magyarország megmutatta, hogy a családnak kell a politikai és gazdasági döntések középpontjában állnia. A Liga vezette jobboldali olasz testvérek, az FDI elnöke is hasonlóan fogalmazott, miután egyeztetett Novák Katalinnal. Giorgia Meloni az olasz sajtónak úgy nyilatkozott, Orbán Viktor Magyarországa annak a család- és születéspárti szövetségnek az egyik főszereplője, amely születőben van Európában. Az olasz politikus hozzátette, a májusi európai parlamenti választás vízválasztó lesz egy olyan Európa megépítésére, amely az életvédelmét és a születések ösztönzését helyezi a középpontba.